Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma szeretnék egy kicsit beszélni veletek. Szóval, arról van szó, ugye, amit említettem videó, hogy el szeretném nektek mondani, hogy pontosan hogyan lesz ez a kliens, és ez a globális rangrendszer, úgymond. Szóval, beszélünk először a globális rangrendszerről, mert az egyszerűbb szerintem. Szóval, szeretném előre megnyugtatni mindenkit, hogy nem, senkinek nem fog elveszni a rangja, csak annak, aki nem jelzi időben nekünk, hogy neki ez meg az a rangja van. Magyarul az első kettő linket, amit a leírásban találtok, oda csatlakozzatok és lájkoljátok a Facebook oldalt, ugye az egyikhez csatlakozni kell, a másikat meg lájkolni, és akkor oda ki fogjuk mindenképp írni ezt a következő dolgot, amit mindjárt említeni fogok. Na, szóval csatlakozzatok be, meg lájkoljátok. Ha nem lájkoljátok és nem csatlakoztak, akkor hát akkor nem fogjátok megtudni ezt a linket, amiről beszélni szeretnék. Szóval lesz egy űrlap, ahol meg fogja kérdezni igazából, hogy milyen rangod volt, mi a játékos neved, meg ilyesmi. Aki kamu adatokat ír be, és nem volt mondjuk ilyen rangja, annak semmiképp nem fogjuk jóváírni a rangját. Szóval ez alapján akárki szórakozik, annak nem fogjuk jóváírni a rangját. Hát most jó, lehet fizetett érte meg ilyesmi, de hát ha most ez a szabály úgymond, akkor legalább miért kell valakit átvenni? Szóval nem értem, hogy most miért nem lehet leírni, oké, és ilyen rangod volt, olyan rangod volt. Le tudjuk ellenőrizni, szóval hiába beírsz most, mit tudom én, ezt meg azt. Azért kérjük így inkább, mert az aktív játékosokat tudjuk így ugye jóváírni. Mert most ha adatbázist néznénk, akkor van nem tudom hány 10, 20, 30, 40 ezer játékos, akinek van rangja, és akkor az alapján nehéz lenne haladni, ugye, az kb. Egy hét lenne, mivel mindenkinek megadnánk a rangot, ezért így egyszerűbb ugye, ahogy, amit ugye most fogunk használni. Szóval meg fogja ugye minden szerveren kérdezni, hogy milyen rangod volt. Ha nem volt semmilyen rangod, akkor csak annyit írsz, hogy default vagy tag. Ennyit kell írni. Vagy nem, tag nem. A tagot nem szabad, mert a full PvP-n tagrang van. Szóval írjátok azt, hogy default, jó? Default. Ide kiírtam, akik nem tudnak leírni. Default, semmi mást. De elég azt is, hogy defa, ha valakinek problémákat okoz. Szóval igazából erről elmondtam mindent. Két hét múlva fog ez a dolog kb. Történni. December, hát karácsony előtt valamikor. És ezáltal lesz majd egy leárazás is. És igen, 9 rang lesz egyébként a új rangrendszerbe, ezt még nem döntöttük el pontosan, hogy melyik 9 lesz. A régiek közül, mint név, tuti, hogy lesz, csak még nem tudjuk, hogy melyik pontosan, de hát majd azt publikálni fogom egy másik videóba. Szóval, nagyon fontos, hogy csatlakozzatok, meg lájkoljátok azt a kettő Facebookot, szóval egyiket lájkoljátok, a másikba ugye csatlakozzatok. És akkor ezáltal 100%, hogy nem fogtok semmiről lemaradni. Akinek meg nincsen Facebookja, mert most gondolom jönnek olyanok is, akinek nincsen Facebookja, az meg igazából tud csinálni. Kb. 5 perc összeállítani egy Facebookot, és aztán meg letörlöd maximum, ha nem használod. Szóval igen, igazából. Vagy elkéred egy másik ismerősödtől azt a linket, de ha meg mondjuk nem játszik más ismerősöd a implicitén, akkor meg muszáj egy 5 perc alatt. 5 perc, szóval 5 perc egy Facebookot összehozni, de tényleg. Szóval szabályok, ahogy említettem, nem szabad hazudni, akik hazudnak, azoknak semmit nem fogunk jóváírni. Ja, jó, most jut eszembe, akiknek meg mondjuk több rangja van, és ugye igazi pénz, ez csak azoknak szól, akik igazi pénzért vették a rangjukat, hogy például mondjuk a Silver Clown van Giant rangja, ami 5000 forint, de mondjuk a nem tudom melyik szerveren, tegyük fel full PvP, van egy még egy elit rangja, szóval ez a kettő, akkor megkapja a jelenlegi rangrendszerből, a globális rangrendszerből a legnagyobb rangot, plusz még jóváírunk neki XX mennyiségű érmét. És akkor ez szerintem eléggé fair, meg mindenki szempontjából fair, ugye, a mi szempontunkból is, meg a játékos szempontjából is. És akkor így gondoltuk ki ezt az egész dolgot. De akkor mi is lesz két hét múlva? Hát két hét múlva akkor lefog egy napig, max 2, de az a második az szerintem nem lesz. Szóval max egy napig le fog állni a szerver, nem lesz semmi elérhető. Ez valószínű egy szombat
szombati nap lesz. És ja, igazából elmondtam mindent a globális rendszerről. Szóval a második dolog a kliens. Ugye tervezünk egy klienst összerakni, már megprogramozni, vagy hogy fogalmazzam magam. És már lassan kész van, már csak pár, hát igazából már csak tesztfázisban van, hogy működjön meg minden, de már maga a kliens működik. De nem tudjuk, hogy mindenkinek el. Ezért egy ideig tesztelni fogjuk veletek is, hogy kinek működik és kinek nem, és akkor így tudjuk javítani a apró hibákat. Majd egy pár hónap után, nem tudom pontosan mennyi, ez tényleg rajtunk függ, meg rajtatok függ, ez a kliens lesz ugye a kötelező. Egyáltalán nem lesznek csalók ugye, szóval nem lesznek hackerek, viszont akkor megjönnek a PvP-sek palaszkodni, hogy jaj, nem tudunk modokkal felmenni, meg izé-hozé, azoknak tervezünk egy külön kliens, szóval nyugalom, nyugalom. Szóval mindenkire gondoltunk ebbe. Na mindegy, ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek. Ha valamit nem értettetek volna, akkor írjatok egy kommentet, de szerintem ezt a 6 perces vagy 5 perces videót nem nehéz megnézni. Szóval, fontos dolgok, amit megjegyeznék, hogy ugye lájkoljátok a kettő dolgot, egyiket lájkoljátok, a másikba csatlakozzatok be. Harmadik meg, hogy aki hazudik rangokkal, annak semmit nem fogunk jóváírni. Az marad úgy, ahogy van. Így, szóval igen. Köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor majd találkozunk a következő videóba. Sziasztok!